2024-től változások következnek be az érettségi vizsgákon és a felvételi rendszerében, ugyanis befejezi a középiskolát az az évfolyam, amely az új nemzeti alaptanterv alapján tanult. Több feladatsor átalakul, új elemekkel bővül. Erről beszélt stábunknak Dér Balázsné Robi Inci, a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium igazgatója. Az érettségi változásnak az egyik legfontosabb alapja az, hogy 2020-ban az új nemzeti alaptanterv életbe lépett, és tulajdonképpen ennek vannak olyan következményei, amelyeket a végzőseink most fognak kipróbálni az idén, tehát nyilván nem csak a miénk, hanem országszerte így van. Az egyik legnagyobb változás az az, hogy magyar nyelv és irodalomból eddig is két feladat lapot kellett megoldani, tehát két részből állt a magyar érettségi írásbeli része, de most az első részen módosítottak annyit, hogy a szövegértési feladatsort kiegészült egy nyelvtani feladattal, illetve ehhez kapcsolódik egy 20 pontos irodalmi feladatlap is. A második részt, a szövegalkotás részét pedig úgy módosították az érettséginek, hogy most már vagy egy mű értelmezését, vagy egy téma kifejtő esszét kell írni, tehát kimaradt például az összehasonlító elemzés. A magyar érettség jelentős változásai mellett a természettudományos tárgyak vizsgakövetelményei is megújulnak. A diákok kipróbálhatják magukat egy diplomamunkához hasonló projektmunka elkészítésében. A fizika, kémia, biológia, illetve földrajz tantárgyaknál lehetőség van az úgynevezett BTT-sor kiváltására egy projektmunkával, és tulajdonképpen a vizuális kultúra, más néven a rajztantárgynál is olyan változás történt, hogy a portfólió, ami eddig is része volt az érettséginek, a portfólió mellé kell most már egy projektmunkát is bemutatni. A diákok idén új tantárgyak közül is választhatnak országszerte, bővül a választható érettségi tárgyak listája. Ilyenek például az állampolgári ismeretek, fenntarthatóság, közgazdasági alapismeretek. A Kőrösi Gimnázium tanulóit ez a változás nem érinti, hiszen nincs ilyen tárgyakból érettségire való jelentkezés. A nemzeti alaptanterv új változata valamilyen szinten módosított minden tantárgyat, így az egész követelményrendszer megújul, ami természetesen a felvételit is befolyásolni fogja. Emelt szintű érettségi lesz igazából teljes értékű érettségi, tehát az lesz 100%-os eredményű, míg egy középszintű érettségi, ha az a bemeneti felvételi tárgy, akkor az egy 100 pont esetében csak 67,5%-ot fog érni. Tehát igazából az emelt szintű érettségi eredmények fognak nagyobb súlyallatba esni, míg a középszintűek elegendőek lesznek azokhoz a szakokhoz, ami nem kér emelt szintű bemenetet, de továbbra is vannak olyan egyetemek, amelyek nem csak egy, hanem mondjuk két emelt szintű érettségit kérnek, jellemzően az orvosi egyetem ilyen. A gimnázium igazgatója azt mondta, a változtatások és újítások ellenére fő, hogy idén mindenki a módosított verziót fogja írni, és ehhez ugyanannyi felkészülési idővel rendelkezett, így mindenki egyenlő esélyekkel indul. Nagyon nagy újdonság várható, amit nem tudunk kiszámolni. Azt gondolom, és szerintem a többség egyetért, hogy a legnagyobb változás a magyar érettségit jelenti, amire igazából nem tudunk olyan szinten fölkészülni, hiszen, ahogy említettem, az irodalmi feladatlap az azért 4 év anyagából bármit kérdezhetünk 20 pontért, és nem csináltunk még ilyet, és az oktatási hivatal felületén egy olyan konkrét feladatsor található, ami gyakorló feladatként szerepel. Én azt gondolom, hogy ez igen megnehezíti a feladatunkat, bár nyilvánvalóan 4 éve erre készülünk, de én azzal szoktam vigasztalni magamat is, mert most én is érintett vagyok 12-eseknél, meg a kollégáimat is, és a gyerekeket is, és a szülőket is, hogy ebben az országban mindenki ezt fogja most írni, mindenkinek ugyanannyi esélye volt felkészülni, ugyanannyi ideje volt felkészülni, és ugyanazokból a tankönyvekből készült. Tehát én azt gondolom, hogy egy jól meghallgatott imával sima ügyünk lesz.
A 2024-ben induló felsőoktatási képzésekre jelentkezők több új pontszámítási szabályra készülhetnek. A változásokkal az egyetemek és főiskolák nagyobb szabadságot kapnak a felvételi követelmények meghatározásában. Az érettségi ugye egyben a felvételi bemenet is a felsőoktatási intézményekbe, és itt is változás történt, hiszen az 500 pontos rendszer az ugyan maradt, de az érettségi és a tanulmányi pontok kiegészültek úgynevezett intézményi pontokkal, amelyet most már úgy fognak számolni, hogy a különböző egyetemek, különböző szakjainál az intézmény fogja meghatározni, hogy mi az, amiért pluszpontot ad, és ez mennyi. Egyértelmű, hogy a nyelvvizsgáért, az emelt szintű érettségiért még mindig jár a pluszpont, de aki különböző versenyeken, amelyet az adott intézmény adott kara hirdetett meg, és ott jó eredményt ért el, akkor ők már például kapnak plusz tanulmányi pontokat, vagy felvételi előkészítő kurzusra járnak, azt teljesítik bizonyos szinten, azért is fog intézményi pont járni. Tehát egy nagyon változó, nagyon képlékeny rendszerben vagyunk most, és nagyon-nagyon oda kellett figyelni az érettségire és a felsőoktatásra való jelentkezéskor is, hogy melyik tantárgyat számolják be, mert eddig ugye meg volt határozva, hogy az ötödik tárgy mi lehet, most minden egyetem saját maga hatáskörében dönthetett arról, hogy milyen ötödik tantárgyat kér például beszámításra. A gimnázium tanulói közül sokan tanulnak tovább, a 74 végzős diák közül 64-en jelentkeznek felsőoktatási intézménybe. A legtöbb diák a gazdaságtudományi, a mérnöki és az informatikai területek iránt érdeklődik, de vannak, akik más szakokat jelöltek meg. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy tavaly ugyan nem tudtam elmondani, de az idén igen, hogy van 3 olyan tanulónk, aki tanári pályára, 1 olyan tanulónk, aki tanítónak készül, de emellett jelöltek jogot, orvosnak készülnek, kommunikáció és médiát, grafikust, tehát nagyon-nagyon sokféle megint a paletta, és ahogyan a jelentkezéseket láttuk, a diákjaink több mint 60%-a a Debreceni Egyetemet fogja választani. Az első mindenki számára kötelező írásbeli május 6-án kezdődik, a megszokottak szerint magyar nyelv és irodalom vizsgával.